Felújítják a rézés és Glika és Gyula utat, valamint a Kassai közt, 78 millió forintba kerül a beruházás. Folyamatosan drágul a kenyér, elért a 400 forintos kilónkénti árat, újabb emelés várható. Megnyílt az adventi falu a Kossuth téren, december 31-ig várják ki kapcsolódni vágyókat. Jó estét kívánok! Köszöntöm a Szolnok Televízió nézőit! November 24-én szerdán 19 órakor az Aktuális látják a nap legfontosabb híreivel. 72 millió forint kormányzati támogatásból újul meg a Réz és Glika is Gyula utca, valamint a Kassai köz. A munkálatok október elején kezdődtek, és várhatóan november végére be is fejeződnek. Még idén a Horog utcát is rekonstruálják. Az útfelújítási program jövő tavasszal folytatódik majd. Javában dolgoznak a munkagépek a Réz és Glika és Gyula utcában. Nemrég kezdődött a két utca és a Kassai közfelújítása. Októberben kezdődtek el a munkák, Szerencsére jól halad a kivitelező, mint látszik a Véz utcában, már elkészült a járda, illetve az útszegének a kivitelezése. Hamarosan elkezdődik az aszfaltozás is. A Glika és Gyula úton, illetve a Kassai közben felmarják az elhasználódott aszfaltot, és kiépítik az útszegét. A tervek szerint november végére az utcák aszfaltozásával elkészülnek a szakemberek. A rekonstrukció kormányzati támogatásból valósult meg. Ennek a három utcának és a hozzá kapcsolódó járdáknak a felújítása nettó 78 millió forintba kerül. Ez a, az összeg annak a 2,7 milliárd forintos kormányzati támogatásnak a része, amelyel egy nagyon komoly program indult el ennek az évnek a, a nyarán illetve az előkészületi munkák még a tavasz folyamán, és ezek a munkák folytatódnak jövő évben is. Szintén ebből a forrásból újul meg a Horog utca, a Bolt köztől a vasúti átjáróig, folytatta az alpolgármester. Az érdemi kivitelezési munkálatok itt is hamarosan befejeződnek. A műszaki átadás 2022 tavaszán várható támogatni a megszerzett tudást. A város a szolnoki felsőoktatásban és a helyi középiskolákban tanuló diákokat is jutalmazza, ha a tanulmányaikban, a sportban vagy éppen a kultúra területén szép eredményeket érnek el. Az ösztöndíjak mértéke különbözhet, tanulás ösztönző szerep azonban mindenkinél ugyanaz. Az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság ülésén tárgyaltak a támogatottak személyéről is két előterjesztésben is szó volt a diákok támogatásáról. Az egyik a kampuszon tanulók ösztönzéséről szólt. Ez szerint a megyében élő, de a szolnoki kampuszon tanuló jó tanulmányi eredményekkel rendelkező hallgatókat Összesen 20 millió forint keretösszegben támogatják. Ebből 4 millió forintot az önkormányzat áll, a többit a Szolnokváros jövőjéért alapítvány biztosítja. Ebben van olyan, ami 40 ezer forintos havi összeget jelent, de van olyan, ami 20 ezer forint, különböző szakon és különböző évfolyamon ez változó. Tehát ez változó, hogy mennyi lehet az, amennyien megkapják. Hogyha a keret kimerül nyilván, akkor utána nem. Megállapodás van egyébként arról is, hogyha ezt nem tudjuk kitölteni, mert nincs annyi tanuló hallgató akkor ezt visszakapja az önkormányzat. A középiskolások 4,5-es tanulmányi átlagnál lesznek jogosultak ösztöndíjra. De nézik a hazai és nemzetközi versenyeken elért eredményeket. A sport és kultúra terén elért sikereket, valamint azt is, hogy a tanuló mennyire vesz részt aktívan a városi f Életében. Nagyon nehéz dolgunk volt egyébként, mert nagyon sokan elérték a jó tanulmányi eredményt, viszont ugye pont a vírus helyzet miatt sok verseny elmaradt, így ezért az nehezebben volt értékelhető, de szerencsére nagyon sok jó tanulmányi és sport rendelkező diákunk van, úgyhogy mind az 50 diák, ennek ezeknek a szeméről természetesen nem beszélhetek, de 50 diák fogja megkapni ezt az évi 100 ezer forintos támogatást. A tanulmányi eredmény támogatása egyrészt ösztönzi magát a tanulást, másrészt fiatalokat megtartó ereje is van. Ezzel motiválják a diákokat, hogy a szolnoki főiskolát, illetve tanulmányaik befejezése után is szolnokot válasszák. Már nyitva van a megyeházán az ajándékpont. A karácsonyt megelőző adventi időszakban bárki leadhatja adományait a megyei önkormányzat székházának aulájában. A gyerekjátékokat, tartós élelmiszereket a Magyarországi Református Szeretett Szolgálat önkéntesen juttatják majd el a rászorulókhoz. Ma délután a szolnoki közgyűlés Fideszes és kdmp s frakciójának vezetője, Tasnádi Zoltán és Rusvai Károly, valamint Szalai Ferenc polgármester adott át a megyei közgyűlés elnökének négy doboznyi adományt. Ezek tartalma is tartós élelmiszer. Tavaly a koronavírus járvány kezdeti időszakában jellemzően fertőtlenítő szereket, maszkokat ajánlottak fel a politikai pártok és a szervezetek, vagy éppen magánszemélyek. Idén újra a liszt, a konzerv, a cukor, az étkezési olaj a legnépszerűbb adományok. Drágul a kenyér, és januártól újabb komoly áremelkedésre kell majd számítanunk. Ugyanakkor a statisztikusok számítása szerint jövőre napi plusz 3 forinttal kerül majd többe ez az alapvető élelmiszer. Az áremelésnek négy oka van, az üzemanyagok, az energia, a búza árának, valamint a munkabér Októberben az utóbbi tíz év legmagasabb inflációját mérték a 2021-es esztendőre vetítve, 6,5%-os a pénzromlás. A drágulás két éllovas, a két sütőipari alapanyag, a liszt és az étolaj. Utóbbi ára másfél év alatt majdnem a felével 45%-kal drágult, a liszt csak 12,5%-kal került többe. A központi statisztikai hivatal közlése szerint két év alatt 164-ről 203 forintra emelkedett az étkezési búza ára az üzletekben jóval 200 forint fölé. Komoly hiánycikk a búza ennek megfelelően drága is. Az ilyenkor megszokott 40-50 ezer forintos tonnánkénti ár helyett 90 ezerért veszik a malmok. Ugyanakkor a malmok idén már kétszer emeltek, egyszer 5, majd újabb 8 százalékkal. Egy kiló fehér átlagára 2020. januárjában 325 forint volt, a múlt hónapban viszont már 417. És ez még korán sem a csúcs. Januártól ugyanis újabb, minden eddiginél nagyobb drágulás várható, 40 kal lesz drágába liszt. Így a boltokban már 300 forint környékén lesz a kilónkénti ára. Malom és sütőipari szakemberek szerint a 40 os drágulás nem fog teljes egészében a vásárlókra zúdulni, de hogy az új év első napjától több kell fizetni a kenyérért, az teljesen biztos. A megugró energiaárakat sem a malmok, sem a pékségek nem tudják már benyelni. Az üzemanyagok ára is a csillagos égig emelkedett, ez a szállítási költségeket növeli. Ugyanakkor januártól az emelkedő munkabérköltségek is felhajtják az árakat. Erre rakódik még a búza robbanásszerű drágulása. Ha a 40%-os drágulásnak csak a fele jut el a vásárlókhoz, akkor is szűk 500 forintos fehérkenyér kenyér árral érdemes számolni. Januártól. A magyar lakosság kenyérfogyasztási szokásai alig változtak az elmúlt években. Egy főre évi 40 kiló kenyér jut, ami azt jelenti, hogy átlagot tekintve minden Magyarországon élő ember napi 10-12 dek a kenyeret fogyaszt. A januártól bizton várható drágulás miatt így 3 forintal kerül majd többe a mindennapi kenyér. November 26-ig a társasházak lakói és a közös képviselők online, illetve telefonon is feltehetik kérdéseiket a katasztrófavédelmi kirendeltségek szakembereinek a társasházakat érintő tűzvédelmi szabályokkal kapcsolatban. A téli ünnepek fokozottan tűzveszélyes időszakot jelentenek, így fokozottan oda kell figyelni a tűzvédelmi szabályok betartására. A részletekről sajtótájékoztatón számoltak be. 12 társasházi lakás, tűz és egy komolyabb sérülés. Megyénkben az idei évben is akad feladatuk bőven a tűzoltóknak. A legtöbb esetben a tűzvédelmi szabályok betartásával és egy kis körültekintéssel megelőzhető a baj, hangzott el a szolnoki kirendeltségen tartott tájékoztatón. A szakemberek folyamatosan ellenőrzik a társasházakat, tapasztalataik szerint egyre jogkövetőbbek a lakók, jellemzően azonban akad néhány olyan szabály, melyet folyamatosan megszegnek. A tűz tűzvédelmi eszközöknek mindig rendelkezésre kell állniuk, azok állapotát folyamatosan ellenőriztetni kell. A három szintnél magasabb társasházakban tűzvédelmi házi rendet kell készíteni. A menekülési útvonalat, azaz a folyosókat, lépcsőházakat, kilépőket szabadon kell hagyni. A jogszabály az a virágok elhelyezését engedi, növények elhelyezését, de ezt is csak olyan mértékben, hogy a menekülési útvonal legkisebb minimális szélességét ne lépjék túl. Ennek a szélességnek a megállapításához szűzvédelmi szakember szükséges. Ezen kívül bármiféle bútor, vagy a növényeket a bútoron való, bútornak, bútorra való felpakolása, az nem megengedett. Dekorációkat és díszítéseket a falfelület maximum 15%-ában szabad elhelyezni. Éghető anyagok tárolása csak minimális mennyiségben engedélyezett. A PB gázpalack tárolása is szigorúan szabályozott. Gyakorlatilag a panelépületek ebbe a kategóriába tartoznak, hogy, hogy egy robbanást nem fog kibírni az épület tartószerkezeti szempontból. Tehát ebből kifolyólag tilos a panelépületekben. A folyosókat csak szigorú feltételek mellett szabad rácsos ajtóval elzárni. A lezárás mögött nem lehet semmilyen közös használatú tűzvédelmi eszköz, és minden lezárt szakaszon élőnek a rácshoz saját kulcsal kell rendelkeznie. Az évenkénti kéményseprés is fontos, hangsúlyozta az osztályvezető. A kéménykürtőknél gyakori a beleset madár, beleesett téglatörmelék, vakolatdarabok, darásfészkek, ugye ezek mind rontják a kéménynek a teljesítményét. A lakásokban elhelyezett fűtő berendezéseknél pedig a por, pára, ezek a, a hőcserélő egységeken teljesítmény okozhatnak. Ugye a kémény az pedig ő, okozhatja az égés terméknek a visszaáramlását a lakásokba. A karácsonyi időszak fokozottan tűzveszélyes. A meggyújtott gyertyákat, beüzemelt fényfüzéreket tilos őrizetlenül hagyni. A társasházakat érintő tűzvédelmi szabályokkal kapcsolatban munkaidőben november 26-áig online és telefonon is kereshetők a kirendeltségek szakemberei, hangzott el a tájékoztatón. Önök az aktuális látják a Szolnok Televízió híradóját november 24-én szerdán. Most nézzük, mi lesz még a folytatásban, egyelőre egy-egy mondatban. A legjobbak között a Szolnokvárosi Óvodák nemzeti kiválóság díjat kapott az intézmény. Megnyílt az adventi falu a Kossuth téren, december 31-ig várják a kikapcsolódni vágyókat. A legjobbak között a szolnokvárosi óvodák. Az intézménynek kiemelkedő munkájáért Nemzeti Kiválóság díjat ítélt meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az elismerés november 22-én a Pesti Vigadóban vehette át az óvoda delegációja. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létre. Ezzel a mottóval működik csak nem 15 éve a szolnokvárosi óvodák. A gyermekek nevelését, illetve gondozását 19 tagintézményben végzik az óvodapedagógusok a lehető legmagasabb színvonalon. Az intézmény munkáját az elmúlt években számos címmel, oklevéllel, illetve díjjal ismerték már el. Azonban a legnagyobb büszkesége jelenleg a városi óvodáknak, a Nemzeti Kiválóság díj. Ez meg kellett érni magának a szervezetnek, magának az intézménynek, tehát meg kellett építeni az ide vezető utat, hiszen az FQM értékelési rendszerén keresztül az intézményünk több alkalommal elismerést kapott, elkötelezettség a kiválóságért címet hoztuk el kétszer is, ok oklevelet nyertünk, az is egy minőségügyi pályázat volt, vagy pedig a teljesítmény motivációs pályázat kapcsán is intézményünk elismerésben részesült, és ezek a tapasztalatok, ez a tudás, ez mind-mind kellett ahhoz, hogy most elhozhassuk ezt a díjat, és beteljesedjen a, a, vágya az intézménynek, a dolgozóknak. A rangos elismerés elődje a Nemzeti Minőségi Díj volt, amelyel már az 1990-es években elismerték a hazai vállalkozások maga. A szintű szakmai munkáját. A díjat idén azonban új köntösbe öltöztették. a nemzeti kiválóság díjakat, ezáltal már olyan kiemelkedő munkát végző közintézmények is átvehették, mint a Szolnok városi óvodák. A város mind a 19 óvodájában e három értékrend szerinti működést preferáljuk. Tehát ezt támogatjuk és ezt kérjük számon. Az első fontos, az nem más, mint az érzelmi biztonság és szocializáció. Annak van egy módszer és eszköztára, amelyet számon kérünk, amelyet kérünk az óvodáktól, hogy hogyan valósuljon meg. A másik a játék és tanulásszervezés, játékban történő tanulásszervezés, a harmadik pedig az egészséges életmód. És most menjünk egy kicsit a működés oldalára amely azt jelenti, hogy azonos értékrend szerint működünk. Ilyen elismeréssel óvodát még nem jutalmaztak az országban. Ez egy városnak azt jelenti, hogy az óvodai szolgáltatása, a gyerekekkel való törődés a létezhető legmagasabb szinten van, és ezt valószínűleg nem csak én mondom így bele a mikrofonba, hanem a szülői visszajelzések is erről szólnak. És a szülői visszajelzések mellett pedig az iskolák visszajelzései. Jó nevelt, okos, értelmes gyerekek kerülnek ki az óvodáinkból. A fejlődés és az új célok megvalósítása folytatódik a Szolnokvárosi Óvodák tagintézményeiben. Egy év kihagyás után ma újra megnyílt az adventi falu a Kossuth téren. December 31-ig, hétköznaponként 14 órától 22 óráig szombaton 23, vasárnap pedig 20 óráig várják a kikapcsolódni vágyókat. 25 faházból kínálnak finomságokat és minőségi ajándékokat. A forralt bor, a sült gesztenye és a kenyérlángos ezúttal sem hiányozhat a kínálatból. Hétvégente pedig különböző programok lesznek majd, és így gyújtják meg szombatonként a gyertyákat is a város adventi koszorúján. 2021-ben ünnepeljük Pilinszki János költő születésének századik évfordulóját. A jeles dátumhoz kapcsolódva tartottak performanszal egybekötött, rögtönzött kiállítást a Szolnoki Művésztelep kertjében. A költő munkásságát megidéző tárlat ötletgazdái és megvalósítói egyaránt szolnoki diákok voltak. Tákszemmel már csak engemet figyel, mint néma a néma csillagot, nem mer beszélni, szólni hozzám mégis, ha megölném is inni, jó vagyok. Pilinszki hálás téma nem annyira közismert, mint sok népszerű költő, írásainak mégis sajátos stílusa van. Befogadható, tovább gondolható, s épp ez az, amiért érdemes munkásságát megidézni. A Pilinszki centenárium a szólnoki diákokat is megihlette. Ebből alakult ki maga a, a maga a, az a térrendezés és az a performance, illetve installáció, amivel megjelentünk most hétvégén a művésztelepen. Több helyszín is volt, de azt hiszem, hogy a művésztelep kertje az, ami igazából inspiratív jellegű lehet. A diákok időben megkezdték a felkészülést a munkára. Szeptemberben kezdtük el ezzel az egésszel foglalkozni, verseket olvastunk és hallgattunk is, így kezdődött el, utána kezdtük az ötletelgetést. A fiatalok munkái a magányt állították előtérbe, ami elsősorban a színválasztásban kapott hangsúlyt. Itt főként nem konkrétan verseket ábrázoltunk ezeken a nagy fekete félképeken, hanem inkább magát az egész költőnek a munkásságát próbáltuk átadni a benyomást, amit a művei is adnak. A társművészetek összekapcsolása szintén a program fontos eleme volt. Nagyon örülök neki, hogy a Széchenyi gimnáziumban van a drámatagozat, és együtt tudunk dolgozni. Nagyon örülök annak, hogy a gimnáziumból nagyon sok gyerek itt részt vesz velünk, és nem is kell őket nógatni, hanem, hanem ők, ők ösztönösen jönnek. A hétvégi kiállításnak egy nívós prospektus is emléket állít. A kiadvány csokorba gyűjti az alkotók válogatott munkáit. Újra vereséget szenvedett a Szolnoki Máv FC. A másodosztályú labdarúgó bajnokság hétközi fordulójában Dorogon már a negyedik percben hátrányba került a csapatunk, amely ezúttal is gyámoltalanul támadott, majd a 32. percben újabb gólt kapott. A végeredmény Dorog Szolnoki Máv FC 2-0. A Szolnoki csapat sorozatban 7 mérkőzés óta nyeretlen. Kedves nézőink, most pedig nézzük, hogy miről ír az új néplap csütörtökön. A hónap elején került a magyar mozikba Eperjes Károly első filmes rendezése a magyar passió. A mű egyedülálló és hiánypótló, hiszen játékfilm még nem készült arra jóvá tehetetlen bűről, mikor is 1950 júniusában a Kommunista államhatalom véráldozatok árán feloszlatta a szerzetes rendeket Magyarországon. A Szolnoki Tiszapart moziban tartott filmbemutató apropót szolgáltatott megemlékezni a Szolnoki és Jászberényi Ferences rendházak felszámolásáról, de egy eperjes Károlyjal való beszélgetésre is. A témával az új néplap foglalkozik. A megyei napilap holnapi számában arról is olvashatnak még, hogy 11 napirendi pontot tárgyalt kedden a Jászberényi képviselőtestület. Az ülés témái között szerepelt az önkormányzat idei gazdálkodásának helyzete, illetve a jövő évi járás és start munkaprogram indításához szükséges kérelemben nyújtása is. Az eseményen ezúttal is kulcs szerep jutott a település sokat vitatott témájának, a Malom projektnek. Az új néplap holnap jássági, illetve mezőtúr és környéke oldala is jelentkezik majd. Kedves nézőink, az aktuális végén most nézzük legfontosabb híreinket, még egyszer röviden. Felújítják a rézés és Glika is Gyula utat, valamint a Kassai közt 78 millió forintba kerül a beruházás. Folyamatosan drágul a kenyér, elért a 400 forintos kilónkénti árat, újabb emelés várható. Pilinszki 100, szolnoki diákok performanszal egybekötött rögtönzött kiállítást tartottak a szolnoki művésztelep kertjében. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió szerdai hírműsorát az Aktuális látták. Beszámolóinkat ismét megtekinthetik honlapunkon, valamint Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ötleteiket osszák meg velünk a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikén. Már a valamennyi munkatársa nevében köszönöm szépen kitüntető figyelmüket. Holnap reggel 6 órakor hírek plusszal várom majd Önöket. Friss hírek a Szolnok Televízióban csütörtökön 19 órakor, itt az Aktuálisban. Viszontlátásra!